Nagyszerű eredményekkel végződött a Nemzeti Sportuszodában megrendezett kétnapos nemzetközi úszóverseny. Indul a 200 méteres férfi pillangó úszás. A magyar bajnok Dumpek György új stílusban, kettős delfin tempóban úszik. 2 perc 29 másodperces idővel új országos csúcsot állít fel. A többi számban is kiváló eredmény született. A 100 méteres női hátúszásban a fekete sapkában úszó Bajor Éva, a női pillangóban a fehér sapkás Székely Ripszima állított fel új magyar csúcsot. A 100 méteres női gyorsúszásban Gyenge Valéria 1 perc 5,4 másodperces országos csúcsbeállítással győzött. Ideje a világ legjobb ezévi eredménye. Bár a híradó nem számolt be róla, ezen a versenyen nem csak magyar rekordok dőltek meg, világcsúcs is született 4x100 méteres női vegyesváltóban. Ezt a számot a holland vendégek kívánságára iktatták műsorba, ők készültek megdönteni a rekordot, a dobogó legfelső fokára azonban Pajor Éva, Székely Ripszima és Szőke Katu állhatott. A magyar váltó volt az első, amely 5 percen belül tette meg a 4x100 méteres távot. Na most a hollandoknak mi azért örültünk nagyon, mert amikor kimentünk Helsinkibe, akkor mi még úsztunk ugyan már jó eredményeket előtte, tehát már azért jegyeztek a világon, de igazából nem mérték föl a mi erőviszonyainkat az 52-es olimpia előtt, főleg a női úszók erőviszonyát, és előtte a világot a dán és a holland úszónők uralták. Feltűnő, hogy a mezőnyben csak ketten, Székely Éva és a svéd Ekund pillangózik, a többiek sima mellúszással versenyeznek. És már eljöttek a 100. métertől is. Változatlanul ez a sorrend. Első Novák, második Székely, harmadik Killerman. Killermannak azonban nagy harcot kell vívnia az angol Gordonnal a harmadik helyén. És most következik a finish. A 170. méternél Székely erőteljes hajrába tért, és méterről méterre növeli előnyét. Székely végig nagyszerűen hajrázik, és lendületes férfias erőteljes csapásokkal közeledik a cél felé. És milyen szépek ezek az utolsó méterek, az újabb magyar bajnokság ragyogó pillanatai. Na, az úszóversenyek befejezése után, miután az 5 női számból mi magyarok nyertünk 4-et, döbbenten láttuk, ahogy a dánok és a hollandok összeborulva hagyták el az öltözőt. Tehát mi tulajdonképpen a világtörténelem nagy tettét hajtottuk végre, mert kibékítettük a dánokat a hollandokkal. Most ők idejöttek, és a versenyek nagy részét mi nyertük akkor is, ez ugye 55-ben volt. Én akkor már nem én pillangoztam, hanem a Székely Ripszi, aki névrokonom volt, és én mellenúztam, de ők nem mérték fel, hogy én közben már hogy tudok mellenúszni, mert visszatértem a mellúszásra. És először úsztunk 5 percen belül, tehát a saját dugájukba dőltek, mert világcsúcsot úsztunk az általuk kért és áhított világcsúccsal szemben. A holland versenyzők vezetője a képesportnak így nyilatkozott. A vegyes váltóval alapos öngólt értünk el. A magyaroknak eszük ágában sem volt váltót úszni, mi kértük, hogy rendezzék meg a számot. Erre ők úszták a világcsúcsot, mi pedig elmaradtunk a múlt hónapban Párizsban elért eredményünktől is. Szerintem Székely Évának és Pajor Évának köszönhetik az eredményt. Viszont nyertünk, nem volt doping, nem volt szponzor, csak a sport volt, meg a sport iránti mérhetetlen lelkesedésünk, és ha már most beszélek 55-ről, amit senki soha nem mond el, ez ugye nem a vegyes váltóról szól, de én mindig úgy érzem, hogy ezt egyszer el kell mondani, hogy tulajdonképpen az 50-es évek legvadabb elnyomásában, ahol ugye mi krumplicukrot kaptunk a kondíciónk javítására, miközben nekem megszakadt a szívem, hogy mit tesznek az anyuék, vagy olyan ellátást kaptunk az edzőtáborokba, ami most körülbelül a Gundelnak a étrendjével ér fel. Minket igazából
az a 10 millió ember szponzorált a munkájával, akinek mi voltunk a nemzeti öntudatuk. Tehát mi nekik köszönhetünk, a te édesanyádnak, a nagymamádnak, a nem tudom kinek, hogy lélek szakadva, dolgozva előteremtették azokat a feltételeket, amitől minket ilyen kivételesen kezeltek. És erről soha nem esik szó. És soha senki mást nem kért, csak azt mondta, hogy gyerekek, játsszák a magyar himnuszt. És én nekem, szóval nekem ezt nem is tudom elmondani, most 55-ben ezen a holland versenyen, amikor kim volt abban a 3000 férőhelyes sportuszodában 5000 ember, hogy megint, tudod, mert állítólag középhatalom vagyunk, hogy a középhatalomba megverjük a még kisebb hollandokat, ez valami hihetetlen érzést adott nekünk, hogy valamit vissza tudunk adni nekik. Tehát én személy szerint úsztam elsősorban a szüleimért, másodszorban a hazámért, és harmadszorban önmagamért. A magyar úszósport kiválósága Széke Éva olimpiai bajnoknőnk gondol a fiatalok nevelésére is. Szabad idejében szívesen adja át tapasztalatait a jövő bajnokainak. Ez az 55, ez nekem azért nagyon emlékezetes év, más személy szerint nekem. Mert 53-ban elhatároztam, hogy most már szeretnék egy kis babát, és 50, tehát én 53-ban gyakorlatilag abba hagytam a versenyzést az utolsó magyar bajnoksággal, 54 májusában született meg az Andrea, és 6 hónapig szoptattam az Andreát, de 6 hét után naponta lejártam edzeni. És 55 júniusában a 400-as vegyes úszásban, tehát nem a vegyes váltóban, hanem a vegyes úszásban 10 másodperccel javítottam meg a világcsúcsot.